Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. A forgács valahol gáz, még egy forgácsosnak is gáz. Üdvözlünk mindenkit a Dor című forgácsos kiállításra, és most Herbai András. Ezt nem veszed, ugye? Művészettől egy pár szóban így beszélni fog a művekről. Mindenki azt kérdezte, amikor mondtam, hogy jövök a Torra, hogy ez most melyik Tor? A Disznó Tor, vagy a Tor című film? Ugye egy szafoládiban végződő smiley van a plakátnak az alján, tehát ez is ugye jelenti azt, hogy most már nem a temetésről, nem a halálról van szó, hanem gyorsan ugortunk egyet, nincs már disznó sem, csak majd a tálcákon lehet látni. Lizmayer Péternek a műve, a Szakra Szalonna, ami hát azért igencsak egy rendes, szerves műalkotás. Ugye a negyedik dimenzió, mondjuk az a szag és maga a csöpögés, mert ugye a háttérből elég erős meleget kap a dolog. Füli igazából pont az a művész, aki nem, biztosan nem gondolkodik se képben, biztosan nem gondolkodik se szoborban, biztosan nem gondolkodik installációban sem, sőt nem gondolkodik fényképen sem, tehát neki teljesen mindegy az, hogy mivel jutatja a közönségnek azt, amit csinál. Az ideje, ami fontos, és aztán hozzácsatlakozik az installáció, az egyes kis kellékek, akár a cipóban látható majd a csontik, esetleg még ugye a hangzás is. Szabadság. És ami nekem így első körben föltűnt, az maga az ideának, a szónak, a képnek, és magának ennek a, mondjuk a tragikus jellegének is, mondjuk ha már disznóról van szó, szóval szerintem neki a legtragikusabb az egész történet. Keveredik ez a három egyszerre, és a transzparenciában, ugye, meg a nyugat-anyagok keleti filozófiára is való utalás ez a mandala, aminek végig is a középpontjában az iránytű áll, hogy tulajdonképpen most hol állunk. Az, hogy merre tartunk, azt már nagyjából tudjuk, de hogy most hol vagyunk, az igazából nem derül ki. Itt szóval. Meg Orvágy Zsófinak a képe van. Szójátékkal, mi az, hogy Tor, mi az, hogy disznó? És a disznót, most a disznó az elszenvedő alanya, vagy maga az ünneplő, aki ebben a ritusban részt vesz. Itt viszik éppen a családfőt, vagy nem is tudom kit, az egy családfő pont ő, itt a halálra, és már ők búcsúztatják igazából disznótor, de egyben halotti tor is maga a képben, disznótor a címe, lehet is látni, milyen szép feketébe öltöztek szegény röfikék. Azért kíváncsi lennék, hogy mit esznek a disznók itt. Itt úgy látom, csak zöldséget. Csak zöldséget? Hát. Három malac van. A piros, a boldog forgács művész malac. A kék, a szomorú forgács művész malac. A zöld, az összezavarodott forgács művész malac. A három malacon a malacok temperamentumának megfelelő információkat, adatokat, jegyzeteket láthattok. A ti dolgotok, hogy összerakjátok a valódi valóságot a három malac darab bokból. Német hajnalnak a munkáját látjuk. Egy igazán érdekes az Isten újjának is mondható rész, ami mondjuk engem igazából a Szentlős Király hídjának a történetére emlékeztet, ahol ugye pontosan, amikor leszakad a híd öt emberrel, ez a pap, aki a főhős, keresi, hogy miért pont az öt ember. Mindenki csinál egy minimál absztrakt művet az életében, az teljesen biztos. Ugyanígy járt el a nagybátyám is, vagy ugyanígy járt el minden évben a nagybátyám legalább három, vagy legalább 10 disznóval, hogyha úgy veszük, hogy a rokonokod is elmászkál, mert fogják magukat és kirakják a műanyag asztalokra a hurkákat, és ott dermed meg, és aztán utána tudják eltenni, fagyasztani. És akkor ebből mindig kialakul egy ilyen gyönyörű szép kompozíció, és akkor ugye ezt szerettem volna teljesen jobb bemutatni magát, ezt a folyamatot, mondjuk ezért csak mindenki. Ezért egy művész, és ugye ezek is elvittem a művészek felé a vásznakkal. Helyes. Ez mondjuk egy szárnyas oltár. Tehát ott van a triptikon, és itt meg van az oltárasztal. Ami kicsit azért nehéz párhuzam, de mégis így a képjellemként azért mégis megjelenik, hogy a kapásból az eukarisztikus szimbólum középen. Ami nekem így feltűnt, az tényleg az interaktív rendszer, ami ebben a kicsit kaotikus kompozícióban
látható, és nem csak az egyes hurgáknak a körvonalai, hanem azokon belül vannak is tónusátfedési. Ez a böllér és a disznó darts, ami igazából, ha jobban megnézzük, ugyanaz. Úgy gondolom, hogy én szeretném a jó kis vérvörös kis duzzadt piros órát meglőni a böllérnek. Ajjaj, ki a legnagyobb király, az a fülbevalóját fogja kilőni. Ó, na, hát akkor azt nem is próbálom. Nekem csak a homlokra jutott. Te egy jobb fejlő. Ott van. Rehúl. Milyen van közül, de legyen már. A Gyecskés Robinnak a műve, a Retorzió című műve. Az előző dárcra utalva, hogy a hasonló-hasonlóra körül, melyik a tettes és melyik az áldozat. A két fél egymásra szemben áll, de hogy ki lesz itt a győztes tulajdonképpen. A feszültség az megvan, konkrétan is ugye a 220-szal, mint feszültség. Igen. Várjuk a végét. Igen, rendben. Dizák Julinak a 10 órai című képe. Fogta magát, kiszedte a 10 órát a órából, és úgy rakta föl. Bevisz minket ilyen 80-as, 70-es, 60-as évekbe. Ez a retro-freudi képépítő logika, én azt mondom. Igen. Timár Gergő, alias Timónak a szárnyas oltárja. Ez a címe is, hogy szárnyas oltár? Szárnyas oltár a címe. Aha. Mert elvileg lehet, hogy disznóhól is. Egyfajta értelmezés szerint, ugye, mert ugye mögötte van a röfi. Ugye a raklapokból van összeállítva maga ez a mű, és hogy a kompozíció részeként tekinthetünk a negatív térre is. Bagdi Katának a három műve, ami igazából nem egy vonalon fut, igazából mindegyik a halálról szól. Még igazából ki is nincs a gyerek, még nem is születményben, de már elkezdődik egy olyan folyamat, ami tulajdonképpen a tragédiát, vagy a véget mutatja meg. Ez a textilgyárak emlékére az a címe. Gondolom, ezek a koposok mind valamelyik textilgyárnak a koposói. És ahogy megszűntek. Látok aztán majd a hát, az Izmajer Petinek a munkáját látjuk. Izmajer Peti. Ugye ezben a munkában azzal foglalkozott az elmúlás, ugye maga az ősz az elmúlást kicsit összehozta a disznónak az elmúlásával, és ahogy a tévéképernyőn lehullanak a falevelek, úgy egy-egy YouTube videóból kiszakított disznó ölés visítás hallatszik. Ez sem állandó, mert hogy akár egy szél vagy egy bolond látogató akár szét is rúghatja a kompozíciót. Ez az elmúlásra utal. Zozi, Csillag, ne lépj rá a levélre, légy szíves, ez egy malacot ábrázoló műalkotás. 5 millió dollárra van Én mikor kezdtem ezt az egész dolgot, volt egy öreg böllér barátom, aki azt mondta, hogy az a kőkemény böllér, aki megissza a vért. Na most én megittam kétszer két decit, és a másodiknál vettem észre, hogy az öreg a háta mögé hajítja a vért, tehát nem iszta meg. Ami még jellegzetes, hogy ha akkor nem kapjuk el azt a malacot, akkor vagy úgy járunk, mint azon a képen láthatjuk, hogy hátba szúrjuk a disznót. Legyen egyfajta szociális utalás is a dologra, mint malacperselj, mint persely, és pont, ugye pont jó helyre kell szúrni azt a kést, hogy bemaradjon a pénz. Amikor a tor van a Közép-Kelet-Európában, a spanyoloknál mindjárt toró van, hát ugye a bikát, ahogy megölt, hát, hogy a Tibi azért csak eljátszik egy ilyen toró, egy ilyen szóviccel. Ezt viszi végig a művén. Ez a függés jelenti, ami egészen elmegy a Damilig és egészen a Vajdal stúdió pincelynek a tartóoszlopaiig. Ez egy plusz jelentés tartalommal bírhat. Gyújtósként felvágva találkoztam egy csomó tonecékkel, egy nagy kupac fán. Egy rendes, igazi tonecékből indul. Egyébként pont ilyen rendes, igazi tonecékek lehettek volna mind, amik itt vannak hulladéknak belekosgatva, hogyha lett volna rá ember, aki ezzel törődik. Ezek a darabok itt, ezek biztos, hogy éltek vagy a 80 évet, amiket itt látunk. Ezek 80 évet éltek székként, és aztán kerültek rá a szemétdombra. A Tourette halála, igen. Ahogy Roddál is megírta meg a kis történetében, a kis meghökkentő meséjében azt, hogy egy antibútort hogy darabolnak ketté, mert éppen alkudoznak rá.
és talán az emberi butaságról, az emberi fogyasztásról, a fogyasztásról, mint a kultúráról. Vagy, mint régen láttam, tapasztaltam olyat, hogy pörzsölő a szájába végezi a disznó fölrobbanva. Vacogó palack, didergő palack, fázó palack. Most az Istenek van az lehetőségünk vetköztetni, tehát ez nem azok a féltett műtárgyak, amire egyből ránk szól a teremőr. Mondjuk a teremőr, tehát ugyanez a piros csík szokott lenni a palackokon rajta. És mi pont ívezbe csináltuk, tehát piros az, ami alumínium, és szürke az, ami pirossal van festve. Ha pörzsölik a malacot, vagy pörzsölnek bármit is, akkor elkezd lefagyni a palacnak az alja, tehát vissza szokott fagyni, ami egyébként kicsit kissé robbanás veszélyes, ráadásul hatékonyságát is csökkenti, ugye be szokták rakni meleg vízbe. Viszont ő nem fog fázni, mert neki van egy tök jó pulcsia. Hát van egy funkcionális része a dolognak, mi van egy alapvetően egy ettől túlmutató jelentése. És ugye, hogy a tűz, a melegség, az, hogy mégiscsak van hangja is, igen. Szóval, hogy... De erre fordítsd! Még beégek, tudod. És ugye, amikor feldolgozzuk a sertéseket, én sertésnek nevezem, mert egy haszonállat tulajdonképpen, akkor ugye mindenki törekszik arra, hogy segítsen és menjen a munka jól, mint annak után a gyümölcs, ami két heti történt, ott látszik a kiállításon, ugye a hurkas zsír, mint végtermék, és ezután ülnek össze ugye a torra az emberek, ami már kicsit kacskaringosan mennek be az étkezőbe. Akkor túl vannak a dolgokon, és ott fogyasztják el a torokat, amit ugye mindig, minden esetben, ami minden megfőtt orjalevessel kezdődik, minden belefőtt dologgal, mindenféle földi jóval, hurkával, kolbásszal, és ennek, mikor elfogyasztják, jó kis toros káposztát, leülítik egy kis pálinkával, borral, tehát ez itt a tornak a lényege, ami a sertésre vonatkozik. Thank you.